vendége a sörről szól, amit az Andrásnak köszönhetünk. Ezért van egy nagyon kedves gyártó, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyok, aki felvállalta, hogy ő is sört és csak itt megpróbálja összehozni. Úgyhogy most hallgassák sok szeretettel Gábriel Sándorulat, hogy elmesélje, hogy mit talált ki ezzel a sör és a csokoládéval kapcsolatban. Köszönöm szépen! Mindig Gábriel Sándor vagyok, és hát a sör kapcsán ugye próbáltunk egy olyan akciót készíteni itt a tulajdonosokkal, vagy az ő inspirálásukra, hogy valamilyen módon a sört próbáljuk összehozni a csokoládéval. Mindegyik keserű, tehát azért nagyobb bakot lőni nem lehet. Többféle variációt csináltunk, ha valamelyik nem ízlik, akkor azt nyilván, hogy féláron visszavásároljuk, és hát nem lesz vele probléma. Mivel most valószínű megkóstolhatták a sört, ugye gondolom az emlékhez ebből mindenkinek jutott, ezért én is az alapoknál kezdtem, és hoztam kakaóbabot, hogyha kérhetném, akkor először azt kóstolják meg, tehát, hogy miből indulunk ki, egyszer ott van a sör, és egyszer itt van a kakaóbab. Ez egyébként egy kriolló típusú kakaóbab, azt mondják, ez nagyon magas minőség. Állítólag olyan kevés terem, hogy mindegyiket sorszámozni kellene, de hát ezt most mi nem tesszük meg. Tehát először lesz egy kakaóbab kóstoló, utána pedig lesz egy olyan variáció, hogy a sörmalátát bevontam csokoládéval, és hát itt már egy lehet közeledni egy kicsit, ez magyarul ugye hát árpa malátáról van szó, amit megdrazsíroztam, az lesz a következő lépés, és utána pedig ezt a kőszegi sört én lefőztem továbbra is, és egy ilyen zseli állagot készítettem belőle, és ez egy ilyen zselézett kőszegi sör, de hát mivel csokoládéval ez nem sokat mutatott, ezért egy marcipán ágyra rátettük, és szeletként ezt szintén meg lehet kóstolni. Ebből aztán egy trüffel is készült, így hát a keserű és az édes ízt próbáltam összehangolni. Vagy sikerült, vagy nem, garanciát nem vállalunk, ugye. És akkor, mivel láttam, hogy ez egy kicsit rágósabb állag a zselé miatt, ezért ezt egy krémes állagban is elkészítettük, hogy talán az valakinek ízlik, az a spongóban van megkeserítve. És akkor hát, aki